igazi fesztivál hangulat költözik Kalocsára június 18-a és 20-a között. Az Érsekkertben ugyanis első alkalommal rendeznek food truck show-t. A food truckok az Amerikai Egyesült Államokból indultak világhódító útra évtizedekkel ezelőtt. A speciálisan étkeztetésre átalakított vendéglátó kisbuszok 6 éve hódították meg Magyarországot. Azóta az ország nagyobb városaiban már közel 60 programot szerveztek, amik során a résztvevők a kulinális élvezeteknek hódolhattak. Június 18-án pénteken 14 óra 30-kor fogjuk elindítani ezt az eseményt, 23 óráig fog tartani. Június 19-én szombaton 11 órakor fog indulni és 23 óráig tart, és június 20-án vasárnap pedig 11 órakor indul és 20 óráig fog tartani. Nagyon fontos, hogy a 12 kiváló kocsi, ami nagyon komoly gasztronómiai élményt fog majd nyújtani az idejelkezőknek. A 12 food truck a nemzetközi konyha igazán divatos legjavát kínálja majd. Ezt ígéri a Magyar Food Truck Egyesület elnöke. 12 autó van, 10-12 különböző séf, különböző konyha, különböző ízvilág, és hát leggyakrabban különböző nemzet konyháját tudjuk elhozni. És amikor először megyünk valahova, mindig nehéz dolgunk van, mert a kereskedők bizalmatlanok. Mi nagyon lelkesek tudunk lenni, nekünk van egy fantasztikus partnerünk általában, ami miatt bízunk egy egyébként fantasztikus közegbe, de őket meg kell győzni, mert nekik ez a napi kenyerük, nekik ez a napi munkájuk. És ennek ellenére itt most egy fantasztikus menü lesz. A szervezők úgy állították össze a Kalocsára érkező food truckos listáját, hogy az édességektől kezdve borokat kínáló barkason át, egészen a nehezebb húsos ételekig mindenféle finomságot meg lehessen majd kóstolni. Ezek mind feketeöves, régi, bejáratott és nagyon profi versenyzők, nem hibáznak. És ráadásul ebben kubai, mexikói, amerikai, angol, hamburger, amerikai fogások is megtalálhatók, amik a legnépszerűbbek. Nagyon fontos, hogy a programokat szervező Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Munkatársai bőségesen készülnek kísérő programokkal is, amikkel főként a családoknak és a fiataloknak akarnak kedvezni. Így például hatalmas LED falon lehet majd követni a labdarúgó Európa-bajnokságot. EB meccsek között különböző utcazenészek fogják majd tarkítani a rendezvényt, mint például a Tábortűz zenekar, a Veracruz zenekar, a Sandwich zenekar, vagy Nagy Imi Szarka duója, és természetesen a családoknak és a gyermekeknek is készülünk programokkal, népi fajátékokkal, körhintával és ugráló várral fogjuk várni a kedves érdeklődőket, díjmentesen tudják igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, és ezen a héten, június 15-én fog véget érni majd az iskola is, úgyhogy azért is szerettük volna megcélozni ezt a hétvégét, mert tulajdonképpen ez az első olyan hétvége, amikor a gyermekek és a diákok az oktatást lezárják, a bizonyítványokat átveszik, és egy bízom benne, hogy nagyon jó hangulatú hétvégén tudnak majd önfeledten és jó hangulatba szórakozni. Június 18-a és 20-a között tehát minden a finom ételekről és italokról, valamint a jó programokról szól majd Kalocsán, az Érsekkertben megszervezett food truck show ideje alatt.